az ember társas lény és a személyes kapcsolatok kiemelten fontos szerepet töltenek be az emberek életében. A tanulók esetében azonban pont ezek a személyes kapcsolatok hiányoznak, immáron 3 hónapja, mert az iskolában nem találkozhatnak az osztálytársakkal és a barátokkal. Az alapiskolákban jelenleg csak a kritikus infrastruktúrában dolgozók, így például az orvosok, rendőrök, tűzoltók gyermekei járhatnak, akik itt tanulják meg az online oktatás során feladott leckét. Ők örömmel járnak iskolába. A barátaimmal tanulhatok, meg így sokkal könnyebb, mint ott, meg online nem annyira értjük egymást. Mikor itt vagyok mások között, akiket ismerek, azok között, meg a barátaim mellett ülök, simán meg tudom oldani a feladatokat, gyorsan, figyelmesen, és jól érzem magam. Otthon nem kell tanulni egyáltalán. Itt nem adnak házi feladatot, itt csinálunk meg, amit meg kell csinálni. A rendes tanulás, meg ilyen nehezebb feladatok hiányoznak nagyon. A digitális oktatás nem csak a tanulóknak, hanem a felnőtteknek is megterhelő. A pedagógus szerepét a szülőnek kellene átvennie. A távoktatás minden korosztálynak nehéz. Különösen rossz helyzetben vannak az elsősök, akiknek az alapkészségeket, mint az írást, olvasást kell elsajátítaniuk. Azonban a jelenlegi helyzet a kamaszokra sincs jó hatással. A pszichológiai szempontból azért is fontos, hogy a kamaszok az iskolában legyenek, mivel ez a szülőktől való elszakadás időszaka, az autonómiára való törekvés, ekkor kapnak jelentős szerepet a kortársak, a szerelmek, otthonról kell úgymond online térben kényszeríteni ezeket a kapcsolatokat a kortársakkal, és ugye hát a 4 fal közül nem tudnak annyira függetlenedni. Nagyon fontos, hogy a szülők kommunikáljanak a gyermekeikkel. A kisebbek esetében azért, mert mivel a koronavírus nem egy kézzel fogható, egy látható jelenség, ők csupán a következményeit és a hatásait észlelik. A kamaszokkal pedig azért kell kommunikálniuk, hogy meghallgassák a problémájukat, feléjük forduljanak. A hónapok óta tartó távoktatás monoton, ezért nehéz lekötni a gyerekek figyelmét és tanulásra motiválni őket. Az online oktatás megtanítja a tanulókat, hogy az interneten sokféle tananyag elérhető számukra. Azonban a rengeteg számítógép előtt töltött óra negatívan befolyásolja a fejlődésüket.